A Nemzeti Tehetségprogram keretében Rejtett Kincseink című pályázati projekt megvalósítása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kinizsi utcai óvodájában a miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Speciális Fejlesztést Célzó Programok Támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel SPEC kötőjel 22 kötőjel 0081 rejtett kincseink elnevezésű nyertes pályázat 2022. szeptember és 2023. június között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Kínizsi utcai óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 371 ezer forint. A pályázati programban a Kinizsi utcai óvoda szivárvány zenei tehetséggondozó műhelye vett részt 10 gyermekkel Péter Lászlóné tehetséggondozó óvodapedagógus vezetésével. A Rejtett Kincseink című projekt 60 órában valósult meg a pályázati projekt célja. A gyermekek átlagon felüli zenei adottságainak kibontakoztatása, komplex témafeldolgozások során átlagon túlhaladó teljesítmények létrehozásának elősegítésével fejlődjön a gyermekek személyisége. Több tehetségterület összekapcsolásával esztétikai, érzelmi gazdagítás valósuljon meg. Érvényesüljön az esélyteremtés elősegítése, erősödjön a családokkal való együttműködés kapcsolattartás. A Rejtett Kincseink cím ebben a projektben szimbolikus, hiszen ez a kincs a zenei tehetséggondozó műhelyben résztvevő gyermekek sokszínű képességeiben rejlik, illetve a zenéhez kapcsolódó területeknek a szülőföldhöz köthető kulturális értékeink feltárását is jelképezi. A tudást értékes kincsként értelmezi. A kincskeresés élményekben gazdag, izgalmas utazás felfedezés, ami játékosan, komplex tevékenységek szervezésével segíti a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztését. Lazító és gazdagító programokon vettünk részt, ahol élményekkel és új ismeretekkel gazdagodtak a gyermekek. Együttműködő partnereink révén, helyszíni foglalkozásokon és programokon vehettünk részt.